Az elmúlt években sajnos rohamosan csökkent a fecskék száma Magyarországon is, a Magyar Madártani Egyesület felmérései szerint. Ez részben a hűvös tavaszi napok és a táplálék hiánya miatt következett be. Másrészt pedig a fészkelő helyek csökkenése miatt. Ezért, ahol a fecskék fészkeket építenek, ott célszerű azokat óvni, és a kellemetlenségek elkerülése miatt a fészkek alá deszkalapot szerelni. Semmiképpen nem ajánlatos a fészkeket leverni, már azért sem, mivel a fecskék védettek, természetvédelmi értékük 10 000 forint madaranként. A fecskék fennmaradását az is segíti, hogy az állattartó telepeken, ahol sok a rovar, megfelelő fészkelő helyeket alakítanak ki számukra. Jó példa erre Kiskunhalas környékén Nagy Sarkadi László tanyája, ahol a birkák odájában valóságos fecskeszállót alakítottak ki a madarak számára. Több fészkelőplatót, pihenődrótot is készítettek, valamint az udvaron rendszeresen a fészkek építéséhez szükséges sárgyűjtő helyet is készítettek. A fecskék ezt láthatóan jól fogadták, és több mint 30 fészket építettek a odájban. Ezekben 100-150 fióka nevelkedik. Kevesen tudják, hogy a hasznos rovarpusztítók egyedenként 1,5 kg rovart, főként legyeket és szúnyogakat is begyűjtenek a nyári szezonban. Ez jelentős mennyiség beszorozva a felnövekvő szaporulat számával. A Kiskunsági Nemzeti Park állattartó telepein is igyekeznek kedvező feltételeket kialakítani a fecskék számára, mivel a madarak közvetve az állatok nyugalmát is segítik a rovarok pusztításával. Városi környezetben, így Kecskeméten is, elsősorban a védett erkélyeket választják fészkelőhelynek. Itt egy felhelyezett deszkalap, vagy a fészkek alá helyezett kartonlap segíti megóvni az ürüléktől a nyári időszakban az ott lakókat. Kárpótlásként a madarak jelentősen gyérítik a szúnyogok számát.